Tisztelt tekintetes, kegyelmes urak és nagyságos asszonyok, nagy öröm az nekünk, hogy a magyar nép, vagyis mindannyiunk közös vagyonából újabb mesés gazdagodáshoz juttathatjuk önöket. Én embert nem hallottam még ilyen szépen beszélni a közvagyon ellopásáról, mint Lázár Jánost. Soha. Veretesen, jól összeszedettem, beszélt arról, hogy hogyan játsszák el, és hogyan játsszák át a cimboráknak a közvagyont. Képzeljük el, tehát pályázat nincs, írunk egy levelet, alulírott XY, jó barát, oligarha, cimbora, kérem ezt és ezt a kastélyt a birtokkal, erdővel, berendezéssel, mindennel együtt 99 évre. Ennyi. Játsszunk el egy pillanatra azzal a gondolattal, amikor például Mészáros Lőrinc megigényel, majd nyilván meg is kap egy újabb kastélyt 99 évre. A hozzátartozó parkban lepkéket csodál, néha rászól a nejére, hogy ne nyúj hozzá, nem szabad. Majd este levesz a könyvtárszoba egyik polcáról egy 19. századi eredeti verses kötetet, elérzékenyül, és álomba szenderül a rímek dallamától. Nos, tekintetes urak és nagyságos asszonyok, előre is bocsánat az illetlen kifejezésért, de ez nem más, mint a hűtlen kezelés felső foka, amit most törvénybe is iktatnak, hogy ne legyen BTK-s tétel. De ettől még ez az. Erkölcsileg, morálisan az. Ez a hűtlen kezelés felső foka. És milyen jól kitalálták azt is, hogy ezek az ingatlanok nem vesznek ám el, nem kerülnek örökre magánkézbe, hiszen elővásárlási joga lesz az államnak. Tehát az állam visszavásárolhatja milliárdokért, amit most ingyen adott. Hát ügyes! Ismét illetlenül szólok az urakhoz, de higgyenek nekem. Hiába álmodoznak arról, hogy arisztokraták lesznek, akkor is csak a rendszert kiszolgáló oligarchák maradnak, akiknek tetteiről és tevékenységéről egyszer még undorral fogunk olvasni a történelemkönyvekből.